Fülön vagy üstökön kell ragadni, így írta le Orbán Viktor miniszterelnök az infláció elleni küzdelmet az állami rádióban. Az ellenzéki Korózs Lajos szerint viszont a kormány pánikban van a technikai recesszió, a fogyasztás visszaesése és a reálbér csökkenés miatt. A Híradónk által megkérdezett gazdasági szakértő szerint elképzelhető még további megszorítás is. Fülön vagy üstökön kell ragadni, le kell törni, le kell birkózni, letaposni. Az elszálló inflációra reagált így a miniszterelnök szokásos pénteki állami rádiós nyilatkozatában. Orbán Viktor szerint a gazdasági bajok tekintélyes része megoldódna, ha a szankciók megszűnnének. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy az inflációt nem a háború vége fékezi le, hanem ezt magunknak kell letörni. Ehhez pedig terve is van az árfigyelő rendszer és a kötelező akciók formájában. Úgy látjuk, hogy minden hónapban csökkenni fog az infláció mértéke, mert az intézkedéseink hónapról hónapra meghozzák az eredményüket. Sokkal rosszabbul él a magyar ember, mint egy évvel ezelőtt. Másképp látja a helyzetet az MSZP alelnöke. Korozs Lajos szerint a kormány most pánikban van, mert háromnegyed éve technikai recesszió van, és hónapról hónapra drasztikusan csökken a reálbér. A kormány az elmúlt egy évben, így a választások utáni egy évben nem volt érdekelt abban, hogy alacsonyabb legyen az infláció, mert irdatlan mennyiségű pénzt szedtek be. Mintegy 2000 milliárd forinttal több pénz folyt be, mint amennyit terveztek, ebből 1380 milliárd forint kizárólag a fogyasztásra terhelt adókból jött be, az összes többi pedig ugye a külön adókból. Ezen a grafikonon mutatjuk, hogyan alakult a hazai infláció 2019-től. Az áremelkedés mértéke idén januárban tetőzött. És bár a fogyasztáson még ez nem éreztette hatását, mert rekordmennyiségű áfa bevétel folyt be a költségvetésbe, több, mint amennyit előzetesen terveztek, ahogy ezen a grafikán is látni. A kormány tehát joggal gondolta, ez a tendencia idén is hasonló lesz. A fogyasztás azonban megtorpant. Az idei évben az árstopp kivezetés az megint csak inkább növelni fogja az inflációt, és az látszódik, hogy mivel az infláció ütemével a reálbérek nem tudnak lépést tartani, a fogyasztás nagyon drasztikusan visszaesett, így már 4 hónapja 10% fölötti mértékben csökken a kiskereskedelmi forgalom, és ez igen a költségvetésnek is komoly hátrányt jelent, hiszen jóval kevesebb áfabevétel van, mint előzetesen számolt a kormány. Amennyiben az árak normalizálódásával a fogyasztási kedv is megélénkül, akkor az áfa bevételek is nőnek, de az idei évre előirányzott összeget a szakértő szerint nem lehet elérni. Ezt pedig szerint az egyes szektorokra kivetett újabb különadókkal pótolhatja a kormány.